Dankeschön. Danke. Videzén. Valahogy sokkal távolinnak tűnt térképen, de a kedves taxisofőr elmondta, hogy teljesen hülye vagyok, hogyha a következő helyszínre vele megyek, mert hogy gyalog 5 perc az egész, úgyhogy akkor gyaloglunk. Ide akartunk eljönni azért, hogy mutassak nektek egy alagutat és mutassak nektek egy kikötőt, de előtte még, hogy honnan indultunk, szóval ott a hajó mögött látható a távolban nagyjából az Elbe Philharmonie, ami a taxi szerint annyira közel van ehhez a helyszínhez, hogy nem érdemes autóval jönni. Nem tudom, hogy mi van a hamburgiakkal. Ezek valószínűleg imádnak gyalogolni, mert hogy annyira egy hajós nemzet, hogy igénylik azt, hogy néha használják a lábukat, és ezért aztán ilyen könnyű kis 20 perces sétákat nem váltanak ki taxival. De sem baj, mert eljutottunk idáig, és ez az a pont, ahol meg tudjuk érteni Hamburg felemelkedését, és az, hogy hogyan lett képes betölteni azt a szerepet a világban, amit Hamburg betölt a világban. Szóval akkor a kontextus. Hamburg az Európai Unió legnagyobb olyan városa, ami nem főváros. 1,8 millióan lakják, de az egész környéket egy kalap alá véve ilyen 2,7 millióan, ami azt jelenti, hogy egyúttal ez a második legnagyobb németországi város Berlin után. És baromi érdekes a történelme. 1200 évvel ezelőtt alapították, aztán támadták a vikingek, támadták a szlávok, támadták a feudális nagyurak egészen addig, ameddig Barbarossa Frigyes annyira meg nem szerette a város, mert támogatta őt a szentföldi hadjáratokban, hogy szabadság levelet nem adott neki, és onnantól kezdve puff, elrobbant a város. Elrobbant. Húha. Ennek az 1940-es éveket taglaló blokkban majd lesznek ilyen kellemetlen áthallásai. Na szóval ez a szabadságlevél volt az, ami biztosította Hamburg számára, hogy a feudális nagyurak azok ne pattoghassanak itt, hanem önmagában város államként fejlődhessen, sőt, szabadon használhassa az Elbát, ami ezen a területen már több mint 1 kilométer széles. Nem pont itt, de hogy így összességében Hamburg környékén. Egyébként 110 kilométerre vagyunk a tengertől, mégis az árapály jelenség az itt is érzékelhető. Ilyen 3,5 méter tud az Elbe emelkedni, attól függően, hogy a tengeren apály van, vagy dagály van. És egyébként 2400 hídja is van a városnak, hogy ezt is valamilyen módon kontextusba helyezzük. De térjünk vissza a történelemre. Szóval Hamburg megérezte, hogy micsoda lehetőség van a szabad hajózásban, a vámmentes hajózásban, és az egész tevékenységét az gyakorlatilag a hajózáshoz kötötte. A Hanza városok tagja lett, ami, hát hogyan mondjuk, egy ilyen gazdasági közösség volt, északi városok, tengerjáró városoknak. Szóval olyan városoknak a gazdasági közössége, ez úgy néz ki, mint egy árnyékszék, de nem az. Ide van lerakva a kamera. Szóval olyan városoknak a gazdasági közössége, amik tengeren kereskedtek, és Hamburg egy nagyon fontos szereplője lett ennek a Hanzának, ami egy ilyen Európai Unió 0.1. Nek is nevezhetjük. De Hamburg akkor is tovább fejlődött, amikor a Hanza fél ezer év után kimúlt. És Poroszországban is kiemelt szerepet kapott ez a város, ahol az ipari, hát fontos ipari központot adtak neki, de a kikötő volt az, ami a Hanzától kezdve egészen a máig annyira meghatározza Hamburgnak az életét, hiszen itt van a világ egyik legnagyobb kikötője, sőt a legmodernebb is, és ez volt az a kikötő, ami már az 1900-as, sőt 1800-as években is hihetetlenül fontos szerepet töltött be a világba, hiszen például az Egyesült Államokba tartó bevándorlók 10%-a innen indult el Hamburgból. Ez körülbelül 5 millió embert jelentett. És az, ami 1200 évvel ezelőtt naggyá tette ezt a várost, azt tartja a mai napig is hihetetlenül jó gazdagságban. Ez az Európai Unió negyedik leggazdagabb régiója, Luxemburg, London és... London, Brüsszel és Luxemburg után az egyfőre első GDP az ilyen 48 ezer dollár, ami egészen elképesztő összeg, szóval ez a magyar GDP-nek a körülbelül ötszöröse. Szóval jó kufárkodnak azzal a szabadságlevéllel, amit kaptak Barbarossa Frigyestől. És van itt egy alagút, amit meg akartam nektek mutatni, ami a város életében egy fontos pillanat volt, hiszen hidakkal eleve nagyon jól álltak, ugye 2400 darab híd van itt Hamburgban, de van itt valahol egy alagút is. Meg úgy vásodik, hogy voka nincs az Alter Elbtunnel finden. De Alter Elbtunnel, ja? Ez weiter in diese Richtung. Ja. 500 meter oder weniger? Ja, wir können das sehen, da. Ah, oké. Okay. Ah, danke schön. Ja. Szóval
Szóval ez itt a régi Elba alagút, és igen, itt van fölöttünk a folyó, körülbelül az alagút tetejétől mérve olyan 3 méternyire, és egyébként a parthoz képest meg olyan 24 méteres mélységben vagyunk. És erre az alagútra azért volt szükség, mert a 20. század elejére őrületes lett a hajóforgalom itt Hamburg környékén, és egyszerűen az egyik partról nagyon problémás volt átjutni a másik partra, hiszen ameddig a személyszállító hajók össze-vissza elvickéltek, addig nem tudtak a nagy tengerjáró hajók közlekedni kifelé, meg befelé. És akkor elkezdtek gondolkozni azon, hogy mi lenne a jó megoldás, gondolkoztak valami hídban, de egy 55 méter magas hidat kellett volna építeni, arra meg egyszerűen nem volt pénz, aztán gondolkoztak abban, hogy valamiféle libegő húzzon át az Elba fölött, de rájöttek arra is, hogy nem megoldás, mert az is akadályozná a hajókat, úgyhogy elkezdték megépíteni ezt az alagutat, ami 1911-re készült el, és akkor összes csúcs technikáját felhasználták, ilyen nagy nyomású építkezés keretében készült el az alagút azért, hogy ne tudjon betörni a víz. És amikor átadták, akkor azonnal borzasztó népszerű lett, évente 20 millió ember kelt át a folyó egyik oldaláról a másikra, ez nyilván nem 20 millió darab különböző embert, hanem hogy 20 milliószor, szóval értitek. Most már csak olyan 500 000 ember mászkál át az Elba alatt ezen az alagúton, és most már műemléki védettségű, amúgy is van egy másik alagút, ahol autók is tudnak közlekedni. De nagyon kellemes kis hely. És az autókat is lift hozza le, máshogy nem tudnak lejutni. És nekik fizetniük is kell valami 2 eurót azért, hogy átmenjenek a túlpartra. Hát az eső az nem állt el. És pirosunk is van. De mutatok itt valamit. Csak előtte még beugrunk kajálni, hát ha javul valamit a helyzet. Egyébként ott a városháza, oda akarunk menni, csak most nem olyan jó itt kint. Talán ott bent egy kicsit jobb lesz. Szóval Hamburgban nyilvánvalóan ér hamburgert enni, hiszen ugye hamburger, viszont alapvetően ők inkább a friss halakban utaznak, és hogyha bejövünk egy ilyen étterembe, akkor meg tudjuk figyelni az Elbát, és meg tudjuk csodálni ezt a fantasztikus városházát, ami az Egyesülő Németországnak a nagyságát igyekezett kifejezni, amikor építették az 1800-as évek végén. És ez ugye, miután Hamburg nem csak egy város, hanem egy önálló tartomány is, nem csak simán a városháza, hanem a tartományi parlament is. Ezt akartam elmondani nektek, de innen bentről kicsit kellemesebb, mint onnan kintről, ahol szakad az eső. De ott a városháza. Rákleves. De mennyire jó rákleves. Rákleves kenyérkével. A német konyhát nem azért szeretjük, mert jó kajákat készítenek. A német konyhát nem szeretjük egyáltalán. De a hamburgi konyhát igen. Jó, nem egy nagy adag, mármint hogy a halak azok ekkorák, és az még akkor sem sok, hogyha 3 van belőlük. De legalább 3 különféle hal, mint az kiderült. Mustárszószban, némi spenóttal. Azt gondolom, hogy jól állt a hal. De ebből semmit sem érzek, mert annyira erős a mustár. Na, hát ez jó volt. Viszont az őrületes tervünk csak részben vált be, mert ugye az volt a koncepció, hogy bemegyünk, mert esik az eső, és mire kijövünk, nem fog esni, és ez annyiban bevált, hogy egy ponton tényleg elállt az eső, de most újra elkezdett csöpörögni. Szóval ez Hamburgban
teljesen normális. Szóval Hamburg nem csak kvázi városállamként volt sikeres, hanem az egységes Németország részeként is. Fontos ipari szerepet szántak neki, ennek köszönhetően borzasztóan megugrott a lakosság szám, az 1900-as évek elején már 1 millióan laktak ebben a városban, és ennek is köszönhető, hogy olyan nagyon-nagyon sokan vettek innen részt az első világháborúban, és ennek is köszönhető, hogy olyan nagyon sok áldozatot kellett kibírnia ennek a városnak az első világháborúban, aminek ez egy meglehetősen erőteljes, monumentális emlékműve itt mögöttem a városházával szemben, de mindez semmi ahhoz képest, amit Hamburgnak a második világháborúban kellett kiállnia. Lakosságának a második világháború során kétszer is nagyon komoly veszteségeket kellett elszenvedniük. Először a háború legelején, amikor is a város, illetve Németország úgy döntött, hogy kiirtja a saját állampolgárainak egy részét, és az itt élő 17 ezer zsidó lakosságot bezsúfolták 4 vonatba, és elszállították megsemmisítő táborokba, és alig 650-en élték túl a holokausztot. A második veszteségre akkor került sor, amikor a szövetségesek 1943-ban elkezdték bombázni a várost, és mindezt azért tették, mert hiszen Hamburg borzasztó fontos ipari központ volt, de cél volt a lakosság lelki erejének a megtörése is. És hihetetlen kemény bombázás kellett a városnak kiállnia, ez azt jelenti, hogy körülbelül 1 millió ember maradt lakás nélkül, és az itt található épületeknek az alig 20%-a úszta meg sértetlenül a bombázásokat, és hát a Szent Miklós templom itt mögöttem nem volt köztük. A Szent Miklósról azt kell tudni, hogy amikor 1867-ben elkészült, ez volt a világ legmagasabb épülete, és 2 éven keresztül az volt a több mint 140 méter magas tornyával, de éppen ezért aztán remek célpontot biztosított az amerikai és angol pilótáknak a bombázások során, akik rendesen meg is szórták a templomot, aminek a tornya ugyan épp maradt, de a főhajó az erősen sérült, úgyhogy aztán le is bontották, és a torony meg itt maradt második világháborús mementóként, emlékeztetve a helyieket arra, hogy nem olyan jó dolog háborúba kezdeni, mert azt mindenki megszívja. Toronyba egyébként fel lehet menni. Van benne egy lift. Azzal lehet felmenni a tetejére. Szóval ez volt itt maga a templom. Hamburg egyik büszkesége. De nem nagyon maradt belőle semmi. Csak a torony. És 76 méterig lehet most feljutni, az gyakorlatilag az eredeti magasság fél távolsága. A nap elején. Ott van egy ilyen kupola, az az alagút kupolája. És ott épül az a nagy hajó, amit láttunk a túlparton. Szóval, hogy arrafele mászkáltunk. Ott megvan az Elbphilharmonie. Nézzétek csak, éppen apály van a tengeren. És az Elbának ezen az ágán remekül lehet látni, hogy a víz az felér odáig is, amikor a tengeren dagály van, és lemegy egy ilyen mocsaras szintig akkor, amikor éppen apály van. Néhány óra múlva ez jobban fog kinézni. Szóval Hamburg különböző korszakait remekül jellemzi ez a téglás városrész, ami nem volt sehol akkor, amikor ez még csak egy városállam volt. Bármennyire is sikeresen működött, nem tudott egy bizonyos szinten túlnőni. Aztán amikor Németország része lett, és mindenki ide akart költözni, és mindenki a szabad kikötőt akarta használni, és hirtelen 1 milliósra duzzadt a városnak a lakossága, akkor felépítették ezt a részt, ami elsősorban raktárként szolgált akkoriban. Aztán a második világháború alaposan lenullázta a város, de az utána következő újjáépítésnek Hamburg volt az egyik legjobb példája, a német gazdasági csoda egyik központja, ahol a gazdaság újra beindult, és ahol a kikötő is újra nagyon fontos szerephez jutott, és egyébként jut a mai napig, hiszen a kelet-európai országokat elsősorban például a hamburgi kikötőből látják el mindenféle jósággal, vagy rosszasággal. És ez a városrész azóta szintén megújult, hiszen most már nem raktárként funkcionál, bár néhány épület még mindig az a mai napig, hanem apartmanokat, menő lakásokat hoztak bennük létre, meg múzeumokat, és így aztán egy újabb értelmet és egy újabb lehetőséget kapott ez a negyed. És egészen elképesztő a hangulata így nappal, de este egy kicsit még szürreálisabb talán.
és még valami, szóval, hogy bár eljutni oda nem tudunk, de ott a harmadik félszigetszerűség, ahol nagyon-nagyon sok a dzsindzsa. Szóval egészen pontosan az ott. Szóval az nem Németországhoz tartozik, hanem Csehországhoz egészen konkrétan. Csehszlovákia örökölte még meg, vagyis Csehszlovákia kapta meg a versailles-i békeszerződés után, amikor is ugye Németország a vesztes oldalon harcolt, és gyakorlatilag 99 évre megkapta a használati jogot 1929-ben, ami azt jelenti, hogy 2028-ig Csehországhoz tartozik, és elvileg ott vannak ilyen cseh táblák, meg cseh feliratok, meg mindenféle cseh dolgok, gondolom. Sört isznak és knédlit esznek. Meg hasonlók, és kodákat gyártanak, szóval az ott egy pici Csehország. Nem technikailag, de mégiscsak. Az a Csehországhoz tartozik. Na hát figyeljetek, Hamburg bemutatója nagyjából ennyi.